Úgyhogy Isten hozott mindenkit, legyen egy nagyszerű esténk Isten kegyelméből és jó voltából, és akkor átadom a szót most Pásztor Dúló Attilának. Szervusztok, drága testvérek, szia gyülekezet, és csak jó hozzátok szólni, és remélem, hogy mi hamarabb eljön annak az ideje, hogy meg is ölelgethetlek itt embereket, mert bevallom nagyon férfiasan és őszintén, hogy nagyon hiányzik nekem az, hogy testközelben legyünk és lássalak benneteket. De így is ez is egy megoldás és nagy kívánság, hogy most szólhatok hozzátok. És mielőtt még elkezdeném, imádkozzunk egyet. Drága mennyei atyánk, csak itt vagyunk előtted, és annyira hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, hogy a gyermekeiddé fogadtál minket. Köszönjük, hogy természet fölötti módon szeretsz minket, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük azt tudunk, hogy bánsz velünk, hogy a fiat képére formálsz, hogy törődsz velünk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy itt vagy velünk minden helyzetben, hogy bátorítasz minket. Köszönjük, drága Istenünk, és arra kérünk téged most, hogy kend fel ezt a mai estét, kérünk téged, hogy szólj rajtunk keresztül, akik beszélünk, és mondd el azt az üzenetet, amit ma hallani kell a gyülekezetnek. Úrunk, csak köszönjük neked, magasztalunk, dicsérünk téged, szeretünk téged, te drága szent nevedben. Amen. És ugye ma anyák napja van, és mielőtt elmondanám az üzenetemet, ami ígérem nem lesz hosszú, csak egy kis rövid üzenet, de előtte van egy még rövidebb gondolatom, amivel szeretnék tisztelegni így az anyukák előtt, mert tulajdonképpen engem nagyon lenyűgöz az, hogy ahogy Isten ezt így megalkotta, hogy kitalálta azt, hogy az emberi faj hogyan szaporodjon, hogy két apró picike kis sejt egyesüléséből lesz egy kis magzat, amit az édesanyja megszül, aztán utána a saját testéből táplálja, aztán gondoskodik róla, aztán tanítja, törődik vele, félti, óvja, szereti, és ez annyira csodálatos, és igazándiból azért, hogy Isten, hála Istennek, úgy találta ki, hogy anyukánkon keresztül szaporodjon az emberi faj, mert ő az első pillanattól kezdve tudta, hogy a gyermeknek szüksége van arra, hogy egy ilyen odaadó, gondoskodó, szerető személlyel legyen kapcsolatban az anyukával. Isten pontosan tudta, hogy akkor tud egészséges személyiségé válni a gyermek, hogyha a születésétől fogva megkapja ezt a szerető, odaadó gondoskodást, amire csak és kizárólag az anyukák képesek. Úgyhogy csak így a mai napon emlékezzünk meg erről, és csak köszönjük nektek, anyukák, köszönjük ezt az odaadó, szerető szíveteket. És mivel nagy öröm megemlékezni az anyukákról, ezért az örömről szeretnék egy kicsit beszélni. És hogy miért akarok az örömről beszélni, két oka van ennek. Egyrészt azért, mert mi emberi lények hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon hamar elcsüggedjünk, hogy elveszítjük az örömünket, és akár még odáig is eljuthatunk, hogy depresszióba esünk. És erre mi keresztények is sajnos hajlamosak vagyunk. És a másik ok meg az, hogy gyakran összekeverünk két fogalmat, összekeverjük a boldogságot az örömmel, miközben teljesen más ez a két dolog. És mert ugyanis a boldogság az mindig valamihez kötve van, és éppen ezért mulandó. Tehát akkor leszek boldog, ha pont, és itt a kipontozott részre mindig be lehet írni valami aktuális dolgot, akkor leszek boldog, hogyha győz a csapatom, hogyha meg lesz az új kocsim, hogy stb. És mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, addig boldog vagyok, de abban a pillanatban, amikor ez a helyzet megszűnik, akkor rögtön boldogtalanná válok. Úgyhogy a boldogság az mulandó, és mindig valamihez kötve van. Ezzel szemben az öröm, az független a körülményeinktől, és állandósulhat az életünkben. Egy állandó örömmel élhetünk az életünkben. És az öröm az egy nagyon-nagyon erőteljes állapot, és ezért a lelkünk erre vágyik. És csak nézd meg János 16:21-et, ahol azt mondja, hogy amikor az asszony szül, és ezzel is egy kicsikét így az anyukákra szeretnék emlékeztetni, amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az órája,
de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé gyötrelmére az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. Annyira csodálatos az a rész így az örömről. De miért nem emlékszik anyuka a szülési fájdalmakra? Az öröm miatt. Az öröm, az képes elnyomni a fájdalmat. Az öröm, az képes állandósulni az embernek a lelkében. Az öröm megtapasztalása, az így felül tud írni különböző negatív érzéseket, és aztán csak az öröm marad meg. Hogy mekkora nagy öröm. Én bent voltam a Anitának a születésén, és láttam, hogy szegény feleségemnek milyen fájdalmai voltak. De aztán ezt felülírta az az öröm, hogy világra hozott egy gyermeket, hogy gyermek született, és ez egy csodálatos dolog. És ugyanígy vagyunk ezzel, hogy az örömünk, hogyha állandósul a szívünkben az az öröm, amiről ma este akarok beszélni, akkor ezt felül tud írni minden dolgot, minden negatív dolgot, és a körülményeinktől függetlenül egy örömmel tudunk élni. És azt írja itt, hogy örülni fog a szívetek. Az öröm ellentéttel a boldogsággal nem érzelmi állapot, hanem a szívnek az állapotát jelöli. Ez egy nagy különbség, hogy az öröm az a szívünkben állandósul. Azt mondja, hogy örülni fog a ti szívetek. Amíg a boldogság az a lelkünk öt részéből mindösszesen csak egyet érint, az érzelmeket, addig az öröm mind az öt részét érinti. És ez csodálatos dolog. Azt mondja, hogy örömötöket senki nem veheti el tőletek. Az öröm ellentéttel a boldogsággal állandósulni tud az életünkben. Nem törődik a körülményekkel, hanem ott tud élni a szívünkben, és ez hihetetlen dolog. Miért nem veheti el tőlünk az örömünket? Semmi. Nagyon egyszerű, mert az örömünknek a forrása olyan tény, amit senki és semmi nem tud megrendíteni. Lukás 10:20-ban olvashatod ezt. De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engedelmeskednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. Az örömünknek a forrása az nem valamilyen teljesítményen múlik, hanem egy állandó, stabil szellemi igazságon, azon, hogy a nevünk fel van írva a mennybe. Amen! A nevünk fel van írva a mennybe. És Jézus ezt mondja a tanítványainknak, hogy örüljetek, és annak örüljetek, hogy van egy állandó szellemi igazság. Ne annak örüljetek, amit tesztek, ne abból legyen az örömötök, amit így meg tudtok csinálni, nem mulandó, ilyen hogy is mondjam, embereken múló cselekedetekhez kössétek az örömötöket, mert az valójában nem is öröm, hogyha a teljesítményemhez kötöm az örömömet, akkor az valójában nem öröm. Az csak egy érzelmi állapot, és addig tart, ameddig jól tudok teljesíteni, aztán utána padlóra tudok kerülni. Hanem olyanhoz kössük, ami elmozdíthatatlan, ami állandó, ami öröki való igazság, ez legyen az örömünknek a forrása. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Ez micsoda gondoskodás Istentől. Csak gondolj ebbe bele, hogy Isten elküldte a fiát a világba azért, hogy megváltson minket, hogy örök, és aztán örök életet adott, és beírta a nevünket a bárány élet könyvében, Jelenések 21-27-ben. És ezzel azt akarta jelezni, hogy soha semmi nem választhat el tőle minket. Oda van bevésve a nevünk, hogy azt soha onnan senki nem tudja kiradírozni, hogy azt nem lehet onnan kitörölni, hogy ez egy örök, állandó dolog, és ez azt jelképezi, hogy igenis örökké együtt lehetek Istennel. De Isten még ennél is tovább ment, és János 15:11-ben azt olvashatod, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Gondolj ebbe bele, Isten örömet szánt nekünk. Azt akarja, hogy Jézus örömet töltse be a szívünket. Azt akarja, hogy az öröm beteljesedjék, hogy örömmel teljesedjék be az életünk.
hogy egy örömteli életet tudjunk élni. És tudod, hogyha ebbe belegondolsz, akkor figyelj, hogyha szeretsz valakit, akkor nem a legjobbat kívánod neki. Hogyha szeretünk valakit, akkor nem a leges-leges legjobbat kívánunk neki. Ha szeretjük a gyermekünket, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkeseredetten, szomorúan éljen. Az lenne a vágyunk, hogy utálja az életét? Hát persze, hogy nem. Hát persze, hogy nem. Pont az ellenkezője lenne a vágyunk. Pontosan az lenne a vágyunk, hogy örömmel, boldogan élje az életét, hogy élvezze az életet, hogy tudja élvezni az életét. És Isten is így van velünk, ő felfoghatatlan módon szeret minket, ő természetfölötti módon szeret minket, ezért azt akarja, hogy örömünk legyen, és ezért Jézus a saját örömét adja nekünk. El tudod ezt képzelni, hogy Jézus a saját örömét adja nekünk? Gondolj ebbe bele, hogy el tudod Jézusról képzelni azt, hogy depressziós? El tudod Jézusról képzelni azt, hogy soha nincs öröme? A zsidók 12.2-ben azt olvashatod, hogy azért nem törődött a gyalázattal, mert az örömre tekintett. Hogy figyelj, ez valami ámulatos dolog, hogy amikor rád néz Jézus, akkor öröme van. Öröme van abban, hogy megmentheted, hogy elfogadtad őt, hogy így élheted az életedet, és ő állandó örömmel van. És ezt az örömöt hagyja nekünk, ezt az örömöt adja nekünk, hogy mi is ebben az örömben élhessünk. Hogy egy állandó öröm lehessen a szívünkben, hogy ne depressziósan, búskomoran éljük az életünket, hanem örömmel a szívünkkel. Hogy ne hagyjuk azt, hogy a körülményeink irányítsák az életünket, hanem ott legyen a szívünkben az öröm. És ettől persze még ott vannak a körülmények, nyilvánvalóan ne érts félre, nem azt akarom mondani, hogy a kereszténynek hú de happy az élete. Vannak nehézségek, persze, de a nehézségek közepette ott van Jézusnak az öröme a szívedbe, mert ő megígérte, azt mondta, hogy az én örömömet hagyom nektek. És ez annyira ámulatos és annyira csodálatos. Ugye, Isten ad egy okot, aminek örülhetünk, és Jézus meg ad hozzá muníciót, amivel örülhetünk. És ez nem ámulatos, ez nem csodálatos. És ebben a nehéz helyzetben, tudod, vírus, emberek halnak meg, kijárási tilalom, egyebek, önkéntes, mit tudom én, karantén, de ebben az állapotban is lehet örömünk. Nem kell, hogy a negatív hírek maguk alá gyűrjenek minket, és Isten most is gondoskodik az örömünkről. Ő most is ott van, és csak itt befejezésül, minden komment nélkül egy vers, Zsoltárok 16-11, te tanítasz engem az élet ötsvényére, nálad teljes öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Amen. Amen. Köszönjük, Pásztor Attila. Nagyszerű volt. Hála Istennek. Drága úrunk, köszönjük a te örömedet is. Köszönjük a te drága munkádat, a te életedet, a te természetedet. Köszönjük, drága Istenünk, köszönjük neked. Uram, dicsérünk téged. Köszönjük azt, hogy te sokkal nagyobb dolgokra hívtál el minket, sokkal nagyobb életet adtál nekünk, mint sem az, hogy a körülményeink határozzák meg az életünket. Köszönjük neked, Istenünk. Dicsérünk téged. Áldunk, Jézus, köszönjük. Köszönjük azt, hogy benned reménységünk van, és támaszunk, és kősziklánk, és erősségünk is, hozzád menekülhetünk. Köszönjük, drága úrunk, és kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünket ebben az időben, minden egyes embert, minden egyes drága hívőt és testvért a gyülekezetben. Kérünk, Jézus, vezess minket, és imádkozunk, hogy ezekben az időben is csak meggyökerezzünk a te kegyelmedben és a te igazságodban. Köszönjük az anyákat, Uram, köszönjük, köszönjük a te munkádat az ő életükbe, és adjájuk kettős áldást, kérünk téged ezekben a napokban is. Istenünk, dicsérünk téged, te drága szent nevedben. Amen. És akkor szeretnénk átadni a szót Pásztor Győzőnek Dunaújvárosról, és nagyon örülünk, hogy ő is itt van velünk, és mindent bele Pásztor Győző.
Köszi szépen, köszönöm szépen, és köszönjük Pásztor Attila neked is. És köszönöm a lehetőséget, hogy most Budapesten prédikálhatok. És mikor ma Pásztor Bendegusz fölhívott, azt mondta, hogy volna a kedved följönni és prédikálni, először gondolkoztam, hogy ez most hogy jön össze. Pásztor Bendegúz és Györfi Pál, ugye a kettő nem ugyanazt mondta, aztán végül is megértettem, hogy online lesz, úgyhogy megnyugodtam. Úgyhogy így most otthon is maradok, meg el is mentem. Én tulajdonképpen most gondolkoztam, hogy hirtelen, hogy miről is lehetne szó így röviden, és eszembe jutott, valakitől ezt hallottam is az elmúlt napokban, hogy igen, Istennek van egy célja, ugye az Úrnak van egy nagy küldetése, hogy menjetek, az, hogy menjetek. Az 1 Mózes 1.28-ban azt mondja, menjetek és töltsétek be a földet. Sokasodjatok, szaporodjatok és töltsétek be a földet. A Máté 28-ban is azt mondja, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. És ha egyszer azt mondja Isten, hogy menjetek, akkor hogy jön össze ez, hogy most maradjunk otthon? De valaki felhívta a figyelmet arra, hogy vannak a Bibliában olyan részek, amikor Isten azt mondta az ő népének, maradj otthon, hogy maradj otthon. És amikor Isten azt mondja, hogy maradj otthon, ez általában egy rövid ideig tartó dolog, viszont a nagy küldetés az addig tart, amíg élünk, de annak mindig volt egy ok, amikor az Úr azt mondta, maradj otthon. És ezt nem Györfi Pali bácsi találta ki, hanem az Abcsel 2-ben például azt mondja, Abcsel 1-ben az ige, 4-es vers, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, melyről hallottatok tőlem. És azt mondja itt is az ige, hogy most ne menjetek el, maradjatok otthon, mert valami vár rátok. Most maradjatok ott, ahol éppen vagytok. És most ugye pünkösd előtt vagyunk, és pünkösd ünnepe előtt, és látjuk, hogy mi volt, ami ezután jött az apostolok és a hívő nép életében. De előtte is van egy ugyanilyen rész, amikor azt mondja Isten, hogy maradjon az ő népe odahaza, és ez is egy rövid pillanat, egy éjszakán át tartott csak, amikor elrendelte a páskát az 2 Mózes 12-ben, és ott azt mondja az ige a 12 és 23-as versben, hogy senki sem menjen ki közületek reggelig a házatok ajtaján. Senki ne menjen ki a házatok ajtaján. És ennek is oka volt, és volt következménye. Gondolj bele, Izrael népe be lett zárva egy karanténban ott Egyiptomban. És amíg ők bent voltak a karanténban, addig Isten tett valamit. Isten megszabadította őket, és egy óriási fejezet indult be a világ történelemben, és mi volt az Isten népének a dolga akkor? Egy bizonyos ideig, egy rövid ideig maradj otthon. És mit tegyél, miközben otthon maradsz? Vársz. És mire? Istenre. És 2000 évvel később az Úr Jézus megint megismétli, maradjatok Jeruzsálemben, maradjatok abban a felházban, maradj otthon. És mi történik, amíg ők otthon maradnak? Ez alatt a kulisszák mögött Isten cselekszik. És ugye mi lett a következménye? Az egyház születésnapja, és az, hogy mivel ezek az emberek néhány hetet kibírtak odahaza, amikor kijöhettek, fölforgatták Jeruzsálemet, fölforgatták Júdeát, fölforgatták Samáriát, és fölforgatták az egész világot. És mi volt ennek az ára, hogy otthon maradtak? Amíg ők otthon maradtak, és várakoztak, mind a két esetben Isten őket valamire felkészítette. Az első esetben arra, hogy elmenjenek, és betöltsék az ígéretnek a földjét. A második esetben pedig az, hogy az egész világon hirdessék az evangéliumot, és forgassák fel az egész akkor ismert lakott világot. Amikor Isten azt mondja, hogy egy ideig ne menjünk, hanem maradjunk egy helyen, ott Isten valami hatalmasat készít. És gondolj bele, most nem egy városban, Jeruzsálemben, nem egy országban, Egyiptomban, hanem az egész világon azt mondta Isten, maradj otthon, mert
most valami hatalmasat készít Isten. Nem tudom, mi lesz ez, de legyen egy nagy várakozásunk, hogy amikor Isten népe otthon van, és látszólag karanténban van zárva, vagy azért nem mehet ki, akkor ott mindig történik valami. Mindig lesz ennek egy következménye. Belegondoltunk már, hogy vajon mit készít nekünk Isten? Vajon mire készít fel most bennünket, hogy egy ideig, óráig, hát be voltunk kicsit a négy fal közé zárva. És vajon mire akar minket az Úr megtanítani? Mindenképpen várnunk kell, igaz? Kire várunk? Hát persze, hogy őrá várunk. Van egy várakozás bennünk, és tudjuk azt, hogy Isten a színfalak mögött akkor is dolgozik, amikor ezt nem látjuk. Amikor az Úr Jézus Krisztus megfeszítették, mit láttunk? Egy embert a kereszten. Aztán ugye eltemették egy sírban, ott volt 3 napig egy sírban. De közben Isten tette a dolgát, és mi történt? A világ mindenség leghatalmasabb eseménye. És az egyház történelemben is erről pásztor benne többet tudna beszélni, amikor hívők be voltak egy helyre zárva. Gondolj Luther Mártonra, akit elkap ez a frigyes választó fejedelem, és bezár Warburg várába, és azt mondja, Márton, maradj itthon, most nem mehetsz Németország, most nem mehetsz sehová. Ez alatt az idő alatt, amíg Luther Márton egy helyre van bezárva, mi történik? Megajándékozza a német nyelvű Bibliával az egész német népet, és ez miatt a német nyelvű szentírás miatt nem csak a német birodalom, a nagy német római császárság fordul fel, hanem ennek a mintájára Európa szerte beindulnak a Biblia fordítások, és a reformáció egész Európát megrázza. És mi volt ennek az ára? Az, hogy valaki otthon maradt. Ott maradt egy helyben. És amikor néha arra vagyunk késztetve, ugye mi, akik szeretünk nyüzsögni, legyünk őszinték, szeretünk nyüzsögni. Nekem most nehéz, hogy nem járkálhatok prédikálás közben. Ülni kell. Otthon vagyok, és még ülök is. Tudod? De mégis közben tudom, hogy Isten készít valamit nekünk, az ő népének, amit nem fog más meglátni. Ez a világ nem fogja meglátni, de mi meg fogjuk látni, amit Isten készített nekünk. És Isten közben tudjuk, hogy végez valamit a mi szívünkben. És amikor kilépünk az otthonainkból, ugye Luther Márton egy Bibliával a kezében lépett ki, az egyház Isten hatalmával lépett ki, Izrael kilépett úgy, hogy megszabadult, egy megszabadult népként lépett ki, egy dicsőséges népként, nemzetként lépett ki, Isten ígéreteinek a betöltőjeként. És amikor elhagyjuk a helyeinket, milyen lesz a mi állapotunk? Múlt héten vasárnap a gyülekezetben, hát nem voltam gyülekezet, így, mint most itt, tulajdonképpen erről beszéltünk egy kicsit, hogy ez a változásoknak az ideje, és amikor lehetőségünk van megváltozni, és megemlékeztünk ugye arról, hogy 2001. szeptember 11-én, amikor az ikertornyok ledőltek, az egy olyan dolog volt, hogy mindenki tudta, hogy a világ nem lesz többé ugyanaz. És elkezdtek emberek változni, elkezdett Amerika változni, az emberek elkezdtek gyülekezetbe járni, és azt mondtuk, hogy ó, itt most biztos egy nagy ébredés fog kitörni. És láttuk, hogy nem ez történt, mert igazából minden változott, de az egyház az nem. De hála Istennek, az Úr, most én hiszem azt, hogy egy jó értelemben munkálkodik a mi bensőnkben, és nem csak a világ változik meg, mert semmi nem lesz ugyanaz, hogyha kimegyünk, de hiszem, hogy a gyülekezet sem lesz ugyanaz. Mi sem leszünk ugyanazok, mert amíg benn voltunk, a négy fal közé zárva, de a Bibliánk az nyitva volt, mert az Istennek az igéjét nem lehet karanténba zárni, Jeremiás után szabadon, az ige továbbra is szólt hozzánk, továbbra is tanított bennünket, Isten beszélt velünk, Isten bánt velünk, és még ezt teszi most is, úgyhogy az én kérésem ilyenkor, vagy kérésem nem az, hogy Uram, meddig tart még ez a karantén? Hát mikor ér már véget ez a járvány? Persze, persze, igen, Uram, gyógyulnak meg ezek az emberek, és lehetőleg minél kevesebben kapják el a vírust, és jöjjünk ki épkézláv ebből az egészből, de mégsem ez a túlélő mentalitás az, ami a mi gondolkozásmódunk. Amikor Isten az igéjével megújítja az elménket, nem ilyen túlélő mentalitásban leszünk, hogy mikor ér már véget a járvány. Tudod, Izrael népe sem azt várt, hogy jaj, mikor megy már át ez az angyal, mi lesz még itt velünk? Jaj, Istenem, csak megusszuk ezt az egész éjszakát. Nem ebben gondolkoztak.
Luther Márton sem ebben gondolkozott. Jeruzsálemben összegyűlt 120 tanítvány sem ebben gondolkozott, hanem hogy Uram, nem tudjuk, mi fog történni, de valami hatalmas dolog lesz, és ezt várjuk. És Uram, ha ennek az az ára, hogy itt vagyunk és imádkozunk, végezz a te drága munkádat közben bennünk. És nem úgy fogunk kijönni, ahogy bejöttünk. Nem ugyanaz a 120 főnyi tömeg ment ki, mint aki bement a felházba. A várakozás után, a karantén után nem voltak ugyanazok. És hisz, én személy szerint hiszem, hogy most be vagyunk mi is zárva úgy, mint Izrael népe, úgy, mint az első szentek, úgy, mint Luther Márton, úgy, mint mások, akik talán szintén nem tudtak kimozdulni egy ideig, de közben Isten végezte a drága munkáját bennük, közben Isten a kulisszák mögött dolgozott, és készítette fel az ő népét arra, hogy figyelj, most beléptek az én ígéreteimbe, és most valami hatalmas dolgot, valami hatalmas dobás készül, olyan, amiről nem is álmodtatok. Én nem tudom, nem hiszem, hogy gondolták volna Izrael népe, milyen csodálatos lesz az ígéret földje. Volt fogalmuk róla, nem tudták, hogy mi vár rájuk. Azt, hogy az egyház milyen lesz, amiután kijönnek a felházból, hogy mi minden fog ott történni, hogy milyen dicsőséges dolgok indulnak el, hogy mekkora öröm lesz rajtuk. Én nem hiszem, hogy volt erről fogalmuk. Én nem tudom, hogy pontosan mit vártak, ők sem tudták, de volt bennük egy várakozás. És nem csak azt várták, hogy majd mikor jöhetünk már ki a négy fal közül, mert olyan rossz itt üldögélni, hát valami értelmeset kéne csinálni. Nem, a hív emberek nem az a gondolkodás módja, hanem Istenem, amíg itt kell ülnöm, neked ezzel célod van, különben nem mondanád azt, hogy maradjak. Akkor te valamit el akarsz bennem végezni. Valószínűleg akarod, hogy úgy megismerjelek téged, ahogy soha ezelőtt. Akarsz valamit az igédből, hogy megértsek, úgy, mint még soha ezelőtt. Akarsz bennünket átváltoztatni, hogy mondja 1 Korintus 3.18, hogy a te fiat képmására akarsz minket közben átformálni. Hogy Jézusra hasonlítsuk, mert ezt elvégezted. Ez a hitünknek a nagy célja, hogy Jézust tükrözzük vissza. Uram, ha ennek az az ára, hogy 40-50-60 napig beleszek zárva, hát azért lehetnék egy börtönben is, Uram. És de jó, hogy nem egy kórházban vagyok, de jó, hogy nem egy börtönben vagyok, de hogy nem egy kriptában vagyok, hanem csak az otthonomban vagyok. Tőlünk csak ennyit kérsz? Csak ennyi? Tudod, és néha találkozom testvérekkel, és mondják, hogy jaj, de rossz odahaza, hát hogy csak otthon kell ülnöm, és kezd el unatkozni, berosdásodni. De miért? Hát de miért? Nem erre kell gondolni. Isten valahogy valamit tervez a kulisszák mögött. Gondoljunk arra, hogy valahányszor azt mondta az Isten népének, hogy maradjon otthon. Utána mindig valami nagy durranás volt. Mindig valami hatalmas dolog történt. És ha ezért nem kell más tennem, csak otthon ülni, töltekezni, pihenni, otthon, hát jó, mi nem csak pihenünk, dolgozunk is nyilvánvaló, de mégis oda-haza kell lenni, és nyugton, tudod, nem egy háborúban az életünket kockáztatni, és hanem tényleg otthon lenni, hát van ennél dicsőségesebb, mint várni Istenre. És hogy azoknak vagyunk a csapatában, akik tudtak Istenre várni. Hogy Izrael csapatában vagyunk, hogy a 12 apostol meg a 120 tanítvánnyal vagyunk egy csapatban, akiknek várni kellett oda-haza, hogy egy csapatban vagyok Luther Mártonnal, hogy egy csapatban vagyok, azt hiszem, hogy John Knox volt az, de lehet, hogy rosszul emlékszem, aki tényleg be volt zárva, azt hiszem, egy gályára, és ez volt a várakozás, hogy innen egyszer kikerülök, és akkor Angliába fogok prédikálni. És megtette ezt Isten, megtette ezt, tudod? És be volt zárva egy nem túl jó helyre, de közben Isten az ő szívét fölkészítette. És néha, tudod, le kell ülnünk, néha ezt kell tennünk, le kell ülnünk és várakoznunk. De Ézsaiás 40. fejezet vége, aztán a 31-es versben azt mondja, akik látszólag csak tétlenkednek, látszólag csak várakoznak, akik az Úrra várnak, nem csak úgy várakozunk, mi az Úrra várunk, az Urat várjuk, azokkal történik valami, már a várakozásnak az a jutalma, hogy az erejük megújul. Szó szerint kicserélődik az élet erőnk. A mi butasságunk Isten bölcsességére kicserélődik. A buta gondolataink Isten gondolataira. Az erőtlenségeinkben megjelenik Istennek a dicsőséges ereje. Tudod, az ő igénynek az ereje, ez a személyiséget átformáló erő.
és ahogy várunk az Úrra, nem úgy jövünk ki, ahogy bementünk. Tudod, az Úr Jézus is be volt zárva, igazából egy karanténban, aminek nem volt fala, ez a puszta volt, de azt mondja Isten igéje, bement a pusztába, mert a szellem vitte be a pusztába, és 40 napig csak a puszta, 40 napig nem prédikálhatok? 40 napig nem lehet az, hogy Isten igéjét hirdettem? 40 napig csak meg leszek próbálva, csak az Úrral leszek, csak az ellenséggel fogok harcolni, 40 napig senki nem fog engem látni. Igen, de még az Úrnak is szüksége volt arra, hogy egy kicsit visszavonuljon. És hogy jött ki a pusztából? Prédikálta utána az evangéliumot. És ismerjük a folytatását ennek. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amikor Isten azt mondja, hogy most egy kicsit maradjunk, akkor bátorodjon a szívünk. Uram, te valami csodálatosat készítesz. Valamit, amit el sem tudok képzelni. És tudom, Uram, hogy te valamit most elvégzel bennem. Mindjárt abban hagyom, de emlékszem, hogy nyáron hallottam ezt, azt hiszem, a Bojki Lacitól, hogy ugye amikor próbáink vannak, mert vannak, ez egy megpróbáltatás ideje, és ez a 40-50 nap, amíg most tényleg itt vagyunk ebben a karanténban, próbáknak a napja is ez, nem csak mindig örömeink vannak, vannak azért harcaik is ezzel, hogy amikor tényleg van egy próba, akkor olyanok vagyunk, mint amikor a búzát tudod csépelik a búzát, és felszáll a gabona mag, a búza héjával, a pejvával együtt, és amikor felszáll a levegőbe, ugye a csépléskor felszáll, ugye a szél az kifújja a pejvát, és mi száll vissza, csak a tiszta gabona. És ami pejva, azt az Úrnak a szele, a szél kifújja belőle, és egy megtisztult gabona mag száll vissza. Hát ez egy csodálatos ideje most Istennek. Elmondhatom nektek így személyesen is, hogy voltak nehézségeink már a koronavírus előtt is, és ahogy az kezdett véget érni, belementünk a karanténba, a koronavírusba, és tényleg azt mondtam, Istenem, miért van ez? Egyik bajból mi ki se jöttünk, már ott vagyunk a másikba. De azt tudom mondani, hogy miközben tényleg én is küzdöttem a félelmekkel, az aggodásokkal, én sem tudtam, hogy mi lesz ennek a vége, hogy az egyik bajból ki a másikba be, de azt tudom, hogy Isten hűséges, és elkezdte ezt a pejvát az én életemből, meg többek életéből kifújni, és helyette pedig jött egy élő reménység, egy bátorító reménység, egy isteni látás az igéből, hogy tudom, hogy ennek, ami most történik velünk, oka van, és célja van, és hogy Isten győztes lesz ebben, azért fogunk átmenni ezen a próbán, mert az ő igéje igaz és megbízható, azért, mert ugyanaz a kegyelem van rajtunk, mint ami volt Isten népén korábban, és az a kegyelem, ami őket kihozta, minket is ki fog hozni, mert bocsánat, ha pünkösd előtt gondolkozunk, azért ott egy gyáva nyuszi tömeg ment be a felházba. Azok azért nem egy bátor oroszlán csapat volt. És szerintem ott Egyiptomban is azok a zsidó emberek, azok is nyuszik voltak, tudod? De Isten kegyelme munkák adott bennük ott a karanténban is, mert tudod, hiába voltak zárt falak, azért az Úr Jézus behatolt a zárt falak mögé, és hiába voltak bezárkozva, azért Isten kegyelmét nem lehet kizárni, az bejött, és az cselekedett bennük, és Isten kegyelméből, emiatt a kegyelmi munka által, Isten igéj által, a várakozásuk által, hogy tudták, hogy ennek oka van, célja van, és nem tudjuk még, hogy milyen dicsőség fog eljönni, de azt tudjuk, hogy látni fogjuk Isten győzelmét. És hogy mi benne vagyunk ebben a csapatban. Egy győztes csapatban. Hát, azt tudom mondani, hogy Isten kegyelméből, ebből az egészből hiszem, és nem egy nagy képűség mondatja ezt velem, hanem az Úr kegyelme mondatja, hogy ő ki fog ebből hozni. És amit készít nekünk, azt el sem tudjuk képzelni. Amikor vége lesz ennek, az valami csodálatos lesz, nem csak azért, mert végre járkálhatok prédikálás közben, nem csak az, hogy végre kimehetek, ez is. Nem csak az, hogy végre találkozhatunk, és egymást már nem csak virtuálisan ölelhetjük meg, meg nincs az a másfél méter távolság, ez is, de ennél sokkal több. Mert tudom, hogy nem úgy fogunk kijönni, hogy bejöttünk, mert ahogy Isten vitt be minket, nem az ellenség zárt be, Isten hozott be minket,
Isten fog minket kihozni, és amíg itt vagyunk, Isten munkálkodik. Amen. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy legyünk jó reménységgel. A Bibliában két olyan esemény volt, amikor Isten népe várakozásban volt egy karanténban. A harmadik pedig most van, amikor most van Isten népe, szintén egy várakozásban. Vajon mit fog Isten tenni? Az én kérdésem nem az, mikor ér véget a karantén, mert véget fog, azt tudni, véget fog, ez nem tart örökké. Vajon mit készít nekünk Isten? Vajon mi az, amiben bele fog minket állítani? Milyen áldásokat készít? Milyen jövőt készít? Milyen dicsőséges reményt készít elő nekünk? Hogy fog vajon minket használni? Ezek a kérdések vannak bennem, és az Úr áldjon meg benneteket, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam nektek. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok! Köszönöm Pásztor Bendegúd és Pásztor Gulo. Nagyon köszönjük Pásztor Győző, ez fantasztikus volt. És tényleg ez, hogy Isten, nem? Isten a lényeg most. Beszélhetünk mindenféléről, meg minden, de Isten. És Isten velünk van, és Isten készít, és Isten teszi a dolgát. Isten, és őtől várhatunk mindent, mindezek közepette, minden nap. Nagyon köszönjük.